akár egy tökéletes gyakorlati hely kell, ahol el tudunk helyezkedni, és onnan szépen építkezünk tovább. Vagy akár valaki ugye vállalkozóként is, tehát hogy szerintem mindenféleképpen van a lehetőség, nem muszáj más megyébe, vagy akár más országba is elmenni. Ambíciózus fiataloknak szervezett szakmai napot a Vármegyei Önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány. A térség szakképzési centrumaiból 45 tanuló kapott lehetőséget arra, hogy a kulisszák mögött is megismerjék, hogyan és mitől működhet jól egy vendéglátó vagy élelmiszeripari vállalkozás. A diákoknak Baktalórendházán és Vásárosnaményban gyakorlati bemutatót, majd előadásokat szerveztek. A program elsődleges célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a helyi értékek megtartásának fontosságára, valamint arra, hogy szűke pátriájukban is lehetnek sikeresek. A program jelszava: helyben vagy rendben. Ezzel azt szeretnénk kifejezni és erősíteni, hogy valóban nagyon fontos az, hogy ők tudást szerezzenek, ha kell, akkor menjenek el tanulni akár máshová is, de azt a megszerzett tudást, azt a sok tapasztalatot és ismeretet azért majd itt kamatoztassák helyben, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mert akkor van igazából eredmény annak a munkának, amit mi elkezdünk, és akár az oktatási feladatoknak is, hogyha valóban a fiataloknak tudunk olyan perspektívát és olyan lehetőséget mutatni, amellyel helyben tudják magukat elképzelni majd a jövőben is. Tehát ez az identitás erősítés, ez pontosan ezt fejezné ki, hogy megerősítsük benne azt, hogy igenis a szülőföld iránti elköteleződés az legyen meg, a szakmában is, ne csak az életben, ne csak az érzelmekben jelenjen meg, hanem a szakmában is legyen meg az elköteleződés, és igyekezzenek megkeresni azokat a lehetőséget, amelyel helyben tudnak segíteni, és ők is helyben tudják elképzelni majd azt az álmot, azt az életet, amelyet szeretnének megvalósítani maguknak. Nem csak a munkavilágából kaphattak ízelítőt a diákok, a szakmai előadásokon a helyi értékekben, a vármegyében rejlő gazdasági, turisztikai lehetőségekről is szóltak. Én úgy gondolom, hogy minden ilyen jellegű rendezvény nagyon fontos és nagyon nagy szükség van rá. Nálunk 250-en dolgoznak a cégcsoportnál, több tevékenységgel foglalkozunk, a fő tevékenységünk az élelmiszer, ital, vegyi áruk is és nagykereskedelem. Emellett jelen vagyunk az élelmiszeriparban és a vendéglátásban is. Egyik fő koncepciónk az, hogy mi hiszünk a helyi alapanyagokban, és hiszünk a helyi emberek szakképzettségében, szaktudásában, ezért a működésünket is rájuk építjük, úgyhogy nagyon örülnénk annak, hogyha minél több fiatal maradna itthon, és minél több fiatal helyezkedne nálunk és a környező kis vállalkozásoknál. A Szabolcs-Szatmár-Bereg a Fiatalok megyéje című program több webes felületen nyújt információkat. Podcast csatorna is indult, ahol többek között kultúráról, helyi identitásról, helyben boldogulásról kérdezik a térség közszereplőit, szakembereit.